Itt az ideje, hogy egy kicsit közelebbről is felidézzük a tatárjárás idejére emlékeztető kakasvészt, hogy miért is, az kiderül nem sokára. Persze, megígérjük, hogy a jó hangulatot megtartjuk, nem szonrítunk el senkit. Sőt. Nyárád Szentsimonon vagyunk, ahol íjászverseny és kézműves bemutatóval egy bekötött vásár fogunk megtekinteni. Kakasvész, ugye Nyárád Szentsimonon tatárpincék találhatók, és az egyik szervező, főszervezőként is nevezhetném, Deák Attila, erre építette rá a rendezvényt, ugye Kakasvész, és ahogy mondom, a tatárjárás idején ásták a helyi emberek a pincéket, és ezekbe a pincékbe helyezték el a terményeket. És a hagyomány szerint ugye a kakas elkukorékolta magát, és ebből az okból kifolyólag a tatárok lemészárolták az embereket, elvitték a terményt, és ugye Attila erre építette rá az egész kakasvész elnevezést, és ezt az íjásznapot. Nagyon jó, autentikus kiállítási tárgyakat is látunk. Mi magunk is készültünk, hoztunk egy 1000 évvel ezelőtti jurtát, legalábbis annak a képére, formájára készített jurtát, ahol ki vannak állítva korabeli használati tárgyak. A viseleteink is a 10. századra tekintenek vissza, hát ami rajtunk is látható, a süveg, a köntös, a csizma, mind-mind azt próbálják visszaidézni. Ezeket a korokat szeretnénk mi is megjeleníteni, bemutatni, hogy a mai embere lássa azt, hogy mi volt az, ami még tartást tudott adni az embereknek. Egy autentikus darabot látunk, a kedves riporter hölgyön. Ez a sisak, a pécsi sisakot rekonstruálja. A pécsi sisak a nevét a megtalálásának helyéről kapta. Az előbb kipróbáltuk, hogy egy fokos csapást milyen mértékben képes megvédeni. A súlyáról majd a kedves hölgy fog beszámolni. Hát valóban egy nem könnyű sisakról beszélünk most, és hát a fegyver használattal is még meg kell barátkozzak, de igyekszem. Nem szabad elhagyni ezeket a régi, hagyományos sportokat, amik mások számára sportok, viszont számomra ez egy életforma, tehát nem csak egy sport, ez egy külön közösség, akihez tartozni kell. Most pedig megyünk és kipróbáljuk, hogy milyen is a valódi íjazás. A lelkesen íjazó, vagy éppen szurkoló tömegben Szabó Éva, az Üzenet szeretettel műsorvezetője is ott volt. Az íjászat az ember legősibb sportja. A történelem tanúsága szerint 20.000 évvel ezelőtt élt primitív őseink már úgy háborúban, mint vadászaton használták az íjat. Az íj egyaránt szolgált védő és támadó fegyverül, és az önfenntartás eszközéül. Évezredeken keresztül ez volt az ember legfontosabb fegyvere, mindaddig, míg alig néhány évszázaddal ezelőtt a tűzfegyverek feltalálása kezdte kiszorítani használatát. Dr. Sexton T. Pope vadászati íjjal és nyillal könyvének előszavából idéztünk, felvezetve és elindítva beszélgetésünk fonalát mai vendégeinkkel, a Marosszéki Íjász Sportklub két tagjával. Mátai Péter elnökkel és Szabó Ádám titkár kommunikáció felelőssel. Jó napot kívánok, sziasztok! Jó napot, uraim! Jó napot kívánok! Üdvözlünk benneteket, és a nézőket!
Hát ugyebár láthattuk a bejátszásban, hogy nagyon jó hangulatban telt a második alkalommal megszervezett rendezvény Nyárád Szent Simonban. Meséljetek egy kicsit a rendezvény apropójáról, hátteréről, kezdetéről esetleg. Kérdezem akkor az elnököt. Hát ez szerencsére a hagyományőrző vonalunkat erősíti ez a rendezvény, mert az egyik profilunk az, hogy a hagyományainkat tápláljuk, éltessük. Mi nem csak őrizni, nem csak ápolni szeretnénk, hanem megélni, és ezek az alkalmak erre nagyon jók. Már most második alkalommal szerveztük meg ezt a kakasrész IASZ találkozót, ami kicsit vicces, egy kicsit komoly, egy kicsit történelem, egy kicsit hagyomány minden egyben, hogy minden korosztály és az íjászok meg a látogatók is jól érezzék magukat. Egyre népszerűbbek ezek a rendezvények. Hogy látják, minek köszönhetik ezt a növekvő népszerűséget? Lehet, hogy egy kiinduló pont az lenne, hogy annak idején országunkban nem volt, tehát papírral tarthattál csak ilyet, engedéllyel. Ez egy pár éve feloldódott, emiatt most egyre többen ragadhatnak ilyet, anélkül, hogy ez egy probléma legyen, már csak anyagi vonzata van a dolognak. Ez lehet az egyik. A másik, hogy szép lassan kezdik megismerni, és lehet, hogy az újdonság varázsa valami más, valami új. Én nekem visszatérés, gyökerek fele mindenképpen. Én most már amúgy nagyon türelmetlen vagyok, Éva. Tudom, ismerlek, de előtte még felteszek egy fontos kérdést, mert úgy mutattuk be az urakat, mint a marosszéki IASZ sportklub tagjait, tehát ez a név kötelez alapon, egy kicsit beszéljünk az eredetéről, kezdetéről, a kialakulásáról magának a sportklubnak, hisz említette, hogy a hagyományőrzés az egyik profil. Mi magában a sportklub? Igen, hát erről lehet, hogy tényleg én kell beszéljek, mert én itt vagyok a kezdetek óta. Az mit jelent? 2009-ben alakítottuk egy baráti társasággal a akkor még Reflex IASZ Klub néven futó csapatunkat. Ez egy ilyen hobbi találkozó volt, hétvégenként íjáztunk egy kicsit együtt, jól éreztük magunkat, és ez így ment egy pár éven keresztül. De szerencsére 2012 óta azért csatlakoznak az új tagok, 2011-től már versenyeket is szervezünk, eljárunk mi is versenyekre, és én mindig azt éreztem, hogy jó, szórakozhatunk, de ez több annál, mint szórakozás, mert az íjászat az nekünk magyaroknak többet jelent, mint egy esetleg olyan más nemzetnek, akinek nincs hagyománya ezen a téren. De tudjuk jól, hogy a magyarok és a hunok, ami egy és ugyanaz tulajdonképpen, az íjászatban nagyon profik voltak. Az egész Európa tőlük félt, mikor elindultak a lovasíjászok nyugatra. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy a hagyományaink ezt mutatják, és én szerintem bennünk is van, ahogy te is mondtad, Ádám, hogy ez egy hazatérés. Ez egy olyan dolog, hogy a magyar ember, amikor íjat vesz a kezében, akkor magára talál, és észreveszi, hogy hát ez jobban megy, mint ahogy ő gondolta volna. Hozzátenném, amar, hogy nem akarunk senkit megijeszteni, tehát ami akkor volt, az akkor volt, nem vállaljuk a felelősséget ezért, de azt szeretnénk, hogy minél többen megismerjék, és adjunk egy esélyt, főleg a gyerekeknek, hogy legyen alkalmuk kipróbálni, és ezt a csodálatos tény, sportot. Hogy a különböző rendezvényeken hosszú sorok vannak, ahol ki lehet próbálni és lehet lőni. Uh-huh. Legutóbb is talán a várban, Nyárad Szent Simon előtt a várban volt erre lehetőség, és bizony álltunk úgy jó hosszú perceket, de hogy nem mondjam órákat. De szerencsés helyzetben vagyunk amúgy, mert látom azért, igen. Ha már kíváncsi vagyok, hogy meg ki tudjuk próbálni. Kérdeztem is, hogy ki lehet-e próbálni, az operatőröket fogjuk célba venni a kamerák mögött. Erre még lesz alkalom, tehát ez hogyha ki szeretnétek próbálni, akkor... Hetente két edzésünk van, bárki jöhet, szívesen. Szuper, ezt is szerettem volna kérdezni, hogy akkor, ha nem csak rendezvényeken nyaranta szeretnénk kipróbálni, van-e rá lehetőség? Van rá lehetőség, nyári időszakban a Kishegyszőlőben,
vagyunk. Tehát kinn a szabadban. A szabadban, minden szombaton, nem tudom, végül hétfő vagy kedd. Hétfő. A második hétfő maradt, jó, mert szokott változni. A téli időszakban meg a Kövesdombon az egyik sporttermet béreljük, szintén két heti, a két alkalommal. Tehát Marosvásárhely, Marosvásárhely környékbeliek már is megtudtak egy nagyon fontos információt, de feltételezem, Erdély szerte több sportklub is van, ahová lehet kapcsolódni, ugye? Igen. Nagyon sok sportklub van, külön íjászklubok is, megemlíthetjük a Magyarországhoz közel fekvő nagyváradi pusztai farkasok csapatát, ők is hagyományőrző ijász csapat, akkor ott vannak a Sepsiszentgyörgyi Tiszafa Egyesület, ugyancsak ijászat profillal, Csíksomjón van, igen, a Csíksomjói, a Sumlov csapat, és Csíkszeredában egy másik ijász csapat, tehát nagyon sok helyen vannak ijász csapatok. Alsó Sófalva. Sófalván, igen, ott a Szirtisas ijász sportklub. És számtalan, hát mondhatnánk, Gyulafehérvár, Hunyad. Most többnyire magyar nyelvi csapatokat említett. Igen, viszont Nyárádszentsimonban is, akitől mi engedélyt kértünk, és a bejátszásban látható volt, hogy Laura is kipróbálta az íjat, ugye, aki a riportot forgatta nekünk. Egy román kislányt kértem meg, hogy engedje meg, hogy kipróbáljuk. És teljesen, tehát számomra természetes volt, de a többiek úgy megjegyezték, hogy jé, tehát... Igen, mert íjból is több fajta van. Tehát, hogy most hagyományos íjjal lő az ember, vagy vadászreflex, vagy netán olimpiaival, vagy csigás, ez határozza meg a versenynek a jellegét. Na most, hogyha csigás és vadászreflexben gondolkozunk, amit én nem üzök speciál, de vannak csapatunk tagjai, akik igen, akkor egy olyan típusú versenyre mennek el, és az akkor már vegyes nyelvű verseny lesz, mert a legtöbben, mondjam úgy, hogy a román versenyzők közül inkább ezt használják. Tehát magyar csapatneveket hallottunk, de nem kizárólag magyar sportág. Nem. Vásárhelyen is van még egy csapat, a Vásárhelyi Solymok, akik ők inkább teremversenyekre, mondjam úgy, vagy igen, ilyen jellegű versenyekre. Kölcsönösen elmegyünk egymás versenyeire, a kakasvész az nem nekik jellegzetes verseny, mivel? Azért nem vesznek részt. Na, viszont a várversenyen ott voltak, nagy létszámban. Igen. És mi is voltunk az ők versenyükön most két héttel ezelőtt, a Kupa Ardelianska, kétnapos verseny volt, mindenféle I-kategória jelen volt, egyik nap ilyen fix távokra lőttünk, és a második nap ilyen állatfigurákra. Tehát nekem azt tetszik, hogy ha a verseny, akkor ez nem bomlik, és nem rétegződik feltétlenül. Természetesen. Na kérdezhetsz. Na, most már annyit beszéltünk, most már szerintem a nézők is nagyon kíváncsiak. Nem hagyja Ádámot szózni, mert... Okay. Egy nagyon kérlek. Fontos dolgot szeretnék elmondani, amit úgy jöttem ide, hogy ezt el ki akarom hangsúlyozni. Még akkor is, hogyha nem hagyományos kategóriában, van egy tagunk, a Móri Tamás, aki az idén világbajnokságon vett részt az édesapjával, és Szabó Attila, tehát három társunk volt, és ő aranyérmes lett, tehát világbajnokságról gratulálunk, beszélünk. Gratulálunk, ez igen. Mondjam, hogy sajnos nem a hagyományosba, de hagyományosba is nagyon jól. Tudod, a titkár és a kommunikáció így felelős szólalt meg. Én amúgy közben azon gondolkodok, hogy... Így van, hát nyilván, így van. Joggal. Én amúgy nagyon szeretem, amikor így be van rendezve a stúdió, sőt azon gondolkodtam, hogy kötelezőként kéne tegyük, hogy... Te csak ne gondolkodjál hangosan, inkább mindenne. Kérdezz, hogy miket látunk. Így van, akkor nézzük, miket hoztatok itt nekünk, mert nagyon sok érdekes, szép, különleges tárgyat látok. Én fogom felsorolni, mert ezek mint az én tárgyaim, vagy az én felszerelésemnek. Ott kezdeném esetleg. Rendben. Péter mellett. Az egy táltos dob. A fotelnek támasztott, igen. Táltos dob. Uh-huh. Igen. Meg is lehet szólalni. Igen. Esetleg. Lesz, ami igen. Lesz. Aha. Fehér holló őskű. A táltos, aki készítette, ez egy magyarországi sámán, táltos, kinek hogy fekszik. És a tavalyi év kurultájon, mikor részt vettünk, akkor vettem át tőle ezt a dobot. Akkoriban még nem tudtam, hogy mit kezdek vele, de úgy
megvolt az érzés, hogy én szeretnék egy ilyen dobot. Rá egy hónapra, hogy valamiért kell rá egy hónapra már alakult is a kis csoportunk, a hagyományőrző, a tűzvarás hagyományőrző csoportunk, amivel azóta is zenélünk, fellépünk. Amatőrök vagyunk, nagyon lelkesek, minden rendezvényen ott vagyunk, sőt azon kívül is zenélünk. Lejjebb egy bohós ostor látható, hát ők a, ha így mondhatom, a ostorban a Rolls Royce. 70, több mint 70 éve készítenek ostorokat. Hagyományos karikás ostor, amit használnak Magyarországon a földön még mindig, igen. Ez egy 3,5 méteres ostor, ezt itt nem fogom tudni bemutatni, azt említettem nektek. Majd műsor után kimegyünk, jó azonnalra. Akkor egy őv található itt, egy barátom készítette, Rézrontónak hívják becenevén, ő rézből készít különböző tárgyakat, a vereteket készítette is, az egész bőrövet. Szakszóval ezért veretes őrnek hívják, amit minden íjász és minden hagyományőrző magán szokott viselni. Igyekszem minden tárgyamat barátoktól beszerezni, tehát ez a jellegzetessége a felszerelésemnek. Ott egy ivokürt látható az ostor közepén betéve, mellette egy kés, ami, ezek mind az ővön lógnak, ezek Értem. Mind olyan tárgyak. Egy modellt kellett volna még hozni, ugye, és felöltöztetni közben. Igen. Tehát bízzunk a nézők fantáziájában. Előbbre ott egy kis bőr táska látható, abban tűzszerszámokat tartjuk, amivel tüzet lehet csiholni, az is rézveretes. Ezek, az a rézveret egy sírban talált rézlemez alapja, tehát alapján készült. Ez a kis táskácska tarsony néven áll lehet. Igen, igen. Itt, ami fel van támasztva, az egy székelyfokos. Ez egy magyarországi mérnöknek a munkája, ami szintén egy ökovácsolja eredeti, régi... Székelyfokos, magyarországi... Igen, mert több változata van neki, én a székely változatot választottam. Ezért mondtam én azt, hogy nincs különbség a hunok és a magyarok, sőt a székelyek között sem. Egy nyelvet beszélünk, egyet vagyunk. A székelyek ennek lenne ehhez hozzáfűzni valója, de értjük, hogy mire gondol tulajdonképpen. Tehát kutatómunka alapján készíti őket. A csizmám az egy vásárhelyi barátomnak, amivel szintén teljesen kézzel készült, teljesen Viszont természetes bőr. Anyagból, marhabőrből marha van. Bőr. Uh-huh. Vastag marhabőrből. Az őv is. Szintén marha? Igen. Uh-huh. Igen. A tegez látható, néhány veszőt hoztam. Versenyeken használtam? Versenyveszők, igen. Azt is több két barátomnak is vannak ott veszői. Van, amit igazából egy bukaresti cégtől is szoktam rendelni, mivel az anyag olyan, hogy ott találtam megfelelőt. És fejfedők találhatók még itt. Na, melyik fejfedőt próbálod, Feti Vadat? Ez nincs teljesen befejezve, most készül a süvegdísz. Nyáron nem nagyon meleg. Szent Simonban is azért nagyon meleg volt, és felöltözve, több rendruha. Gondoltam, kis ventilátor biztos benne van. Köszönjük az ötletet, lehet, hogy megvalósítjuk. Az egy nemezelt változat. Igazából a harcosok nemezelt, talán egy kis prémmel használták, akik a vezetőség használt komolyabb. Tehát ugyanígy a ruha is mutatta, hogy ki milyen rangsorban volt. Korban. Tehát egy gazdag embernek, vagy egy nemesnek sokkal több verete volt, vagy valószínűleg tele volt verettel, míg egy lábasíjásznak egy-kettő, gondolom, ha lehetett, vagy valahogy így kell elképzelni. Tehát itt jön a hasonló rendezvényeken, a közben a nemezelés, meg a kézműves foglalkozások, hogy elkészítenek. Deák Attila társam készítette a nemezelést, a dobnak a tartóját, a tokját is. Salamon Csongor ijásztársunk meg a fejfedőt, tehát tele vagyunk, úgy néz ki, nagyon ügyes emberekkel. És azért az íjakat se hagyjuk és ki. És teljesen nyilvánvaló, itt jön be az a képbe, amiről mi beszélgettünk ketten, hogy nem csak sport, nem csak nyári szórakozás, hanem életforma. Igen.
Nehéz elszakadni azért, de... Ugye? Tehát miközben hétköznapi életük is van, és munkahelyük, mert hogy ebből azért nem lehet megélni, biztos vagyok benne, életformává válik. Köszönöm, hisz az hogy ezt mondtam, mert ez tényleg többet jelent számunkra, mint csak lövöldözni az íjakkal, mert ez egy belső érzés, és a magyarságunknak, és az egész lényünknek a belső érzését fejezi ki. Enélkül szerintem sokkal szegényebbek lennénk, és ez, hogy ilyen hagyományokra tekint vissza az íjászat magyarok körében, ez most is megerősít minket. Itt az életérzésnél álljunk meg, és nézzünk meg még egy bejátszást együtt, jó? Az esemény egyik különleges mozzanata volt az életfa avatással egybekötött íjászmennyegző ősi szertartás szerint. Egy régi mondás cseng vissza a szívemben. Miért ne hinnénk abban, ami bennünk él, és miért ne élnénk annak bűvöletében, amiben hiszünk? Hiszünk az őseink összetartó erejében, abban az üzenetben, amely egy olyan jövőt tud biztosítani számunkra, ahol a lakó földünkön, a hazánkban helyünk van, családot, közösséget tudunk építeni, és van egy világos, elképzelt jövőképünk, békésen együtt élünk a Kárpát-medencében a mindenféle nyelvet beszélő testvéreinkkel. Nincs meleged? Kicsit igen, úgyhogy le is veszem. De a bejátszásról beszéljünk, és a mennyegzőről láthatunk. Vannak barátaim, akik így járnak. Uh-huh. Nem pont evel a sapkával, de hagyományos ruhában, hétköznapokban is. Az a különleges dolog történt, hogy most az idei kakasrészen, ahogy láttuk a bejátszásban is, egy mennyegző is volt, ami Deák Attila társunk és nem Éva csak színházi között. Előadás. Nem csak előadás volt, ez egy tényleges fogadalom volt, és régi hagyományok szerint, sámán szertartás szerint folyt a mennyegző, amiben mindannyian boldogan és örömmel részt vettünk. És aki kilátogatott, az és is tulajdonképpen van, azoknak is egy szép lett, képet nyújthatott, láthatták, hogy milyenek lehettek a viseleteink évszázadokkal, évezredekkel ezelőtt, és azt is meg lehetett szerintem tapasztalni, hogy bár a viseletek változnak, a divatok változnak, ugye most nem ilyen öltözékekben vagyunk, de belül ugyanúgy magyarok vagyunk, mint ahogy voltunk évezredekkel ezelőtt is. Ugyebár a nyári fesztiválok idején vagyunk, én még arra lennék kíváncsi, hogy még hogyan lehet veletek, illetve íjászattal találkozni. Beszéltünk ugye a klubokról, igen, de esetleg van-e más program terv kilátása a nyárok vonatkozóan? Következik a... Hát a forgatag, ami megint egy versennyel fogunk részt venni, szintén a várban, illetve szombaton nem tudjuk még pontosan a helyszínt, vagy a Ligetben, vagy a Marosparton. Augusztus végén ki lehet próbálni az íjászatot, igen. Tehát bárki eljöhet. Szívesen látunk akkor. Mindegy, hogy az férfi vagy nő, fiatal vagy idősebb. Én ezt szívesen kipróbálnám. Viszont a várversenyre készülök, itt nem tudok még pontos adatot mondani, mivel nincs visszajelzés, de nagy valószínűséggel nagy meglepetések lesznek. Tehát ott megint kitalálunk valami nagy érdekes. Az íjakat amúgy kihagyjuk. Én azt mondom, hogy ezeket esetleg... Kihagytuk, de nem akarod. Kihagytuk. Esetleg mesélnétek egy kicsit ezekről, hogy mert látom, különböző íjakról van milyen szó. Milyen fából, hogyan milyen készülnek. Fából. Esetleg kezünkbe vehetjük esetleg Nyugodtan. Az íjakat. Így van. Látom, kezdem, hogy azért a minta is nagyon hogy szép. Mindezek az íjak, hagyományos íjak. És meg a kamerának is egy különleges. Bemutatjuk részletesebben is, de ezek körülbelül ilyen íjakkal, főleg amit Ádám fog a kezében, olyanokkal lőhettek ez egy szarusi, ez teljesen természetes anyagból, igen, és leletek alapján, látszott. Tehát rekonstrukció. Elég nehéz hozzájutni, kevesen vannak azok, akik készítenek ilyent. Több hónap az elkészítési bivaj. Folyamat. Igen. Bivaj, ugye? A hátsó vagy belső fele az bivaj, szarv.
az S az eleje az low in. Fabetétek vannak, csontlemezek a szarvban és a markolatnál. Én is mutattam van lekezelve. Hogy én még egy farkast is látok ide bele. Igen, és hát ugyanállal mondjuk is azt is, azt az íjat. Ezekre jellemző, hogy nagyon erős íjak. Bemelegíteni kell őket, nem is egyszerű felajzani, tehát ezt nem is fogom tudni itt megcsinálni. És ez kb. Miből áll, vagy hogy kell ezt elképzelni? Hát egy két fatalp merevítés, amit át kell kötözni, és az egy domború fát, teplingfának hívják, arra csavarjuk rá. Persze kell egy kicsit mozgatni közben, egy olyan negyed órás művelet körülbelül. Igen. Uh-huh. És utána lehet még egy segítséggel, meghúzom, és akkor teszem fel. Uh-huh. Viszont azok az íjak, azok az íjak, ezek... Nem is hittem volna soha, hogy szarú, csont. Annak idején ezek nem voltak modern anyagok, tehát ők abból dolgoztak. Viszont, és hogy a három ötvözete, igen. Igen. Hát ez az íj, ez az egyik büszkeségem, ez Monus Józseftől van, aki jelenleg világrekorder távlövésben. Igen. Ő már volt vásárhelyen februárban előadást tartani, és még fog jönni, igen, megígérte. És fel van tüntetve rajta a távlövéseit, a 653-645, tehát óriási méterben számolt óriási lövései vannak. Képzeld. Még azt is hozzátehetném, hogy néhány héttel ezelőtt Törökországban volt megint egy ilyen hagyományos íjász verseny, amelyen ugyancsak az első helyet ő szerezte meg. A farkas. Körülbelül mennyi a maximum, ameddig el lehet lőni azt? Lehet, hát ez. Ő a maximum, a méter távolságban. Különböző kategóriák vannak. Tehát lőttek már 1000 méter fölé is, de azok már speciális íjak voltak. Tehát nem, hihetetlen. Tehát a kategóriájában ő tartja. Azt a picmány. És igen, büszkék vagyunk, hogy barátunknak tudhatjuk. Tehát a hagyományos kategóriában ez a 650 méter kézzelfestett és dedikált egyelőre. Annyit tudok ide hozzáfűzni még, hogy speciális nyílveszők kellenek ehhez, hogy jó távolra szálljon, megfelelő erősségű és az íjászhoz igazított íj kell legyen az, hogy jól lehessen lőni vele. És ezt miből készítik? Vagy az... A nyílveszőket? A nyílveszők azok többnyire fából vannak, de le vannak dongásítva, vékonyítva, hogy könnyítsék a súlyát, hogy távolabbra menjen, kisebb a hegye, a tollazata is kisebb, tehát nem olyan nagyon nagy, mint amilyen ott van, hanem fellennegyed akkora. És én ezzel az íjjal, ami Ádám is mutatott, én is van egy Mónus József íjam, 303 méterrel lőttem el vele. Tehát körülbelül a felénél, szinte a felénél tartok. Célkitűzés, hogy ugyanazzal az íjjal, nem ugyanaz, mint, igen, vagy ennyit bír. Szerettem volna kihangsúlyozni, ez a mi íjunk, neki van íja. Igen. Ő mikor készül egy verseny, egy évig készít egy íjat, és egy évig gyakorol, tehát teljesen más súlycsoportban vagyunk. Ezek eladó íjak, nem. Értem. Az, sem a vessző nem az. Amit a kezében tart? Ez mondhatnám, hogy a kedvenc íjam, mert evelők a legtöbbet. Nagyon könnyű, 300 gram körül, persze modern anyagból, a felső rétegek modern anyaguk, az alap az fa, ez egy végróbert íj, és a forma szerint egy tatár íj. Húzsámolyos, az azt jelenti, hogy miután lövök és elpattan a húr, még ütközik, tehát egy plusz dinamikát ad neki. Ide ráfekszik. Hihetetlenül gyors, hihetetlenül dinamikus így, élvezett vele lőni. Tehát, ahogy mondanám, semmi pénzért nem adnám. Fantasztikus. A beszélgetésünk alatt egyébként zene szól, és nagyon röviden említette a tűzvarázs nevet, Ádám, tehát természetesen a zenés műsorunkban mindig belopjuk a, így most a beszélgetésünk alatt is hallhatták a kedves nézőnk, nem is tudtam, hogy Ádám is tagja egyébként a tűzvarázsnak. Igen, ő a dobbal, én gitárral, Brenda Sede kitarával. Behívtunk két sportiászt, és kiderül, igen, hogy zenészek van a jelenben. Mindennek köze van a zenéhez. Többek lenni, mint egyszerűen ilyen. Sorsoljunk. Így van. Kisorsoljuk is ajándékcsomagunkat, természetesen azok között, akik üzentek a műsorban. Megkérem szépen, Ádám, emelje fel, és
ketten együtt esetleg sorsolják ki az eheti nyertesünket, de ha egyedül oldja, meg úgy is jó lesz nekünk. Rendben, legyen. Benyúlunk alóra, igen, és kiveszünk. Igaz. Egy. És kérem szépen, hogy nézze meg, ezt mutassa, fel is olvashatja, és mutassa, igen, meg a kamerának. A nyertes Mihály Otilia. Ó, egy hölgy. Mihály Otiliának őszintén gratulálunk, kollégáink a nyeremény csomagot postázni fogják. Uraim, köszönjük szépen, fantasztikus, sok mindent. Én már alig várom, hogy kipróbáljam, így van. És melyik szombat reggelente a kisegyszőlőbe íjászkodni egy kicsit. Anyári, okay, szünet alatt, mi is köszönjük nektek ezt a lehetőséget, nagyon jól éreztük magunkat, és örvendünk, hogy általatok gondoljuk, hogy be nagyon sok emberhez eljut. Egy kicsit, hogy mi az, amivel mi foglalkozunk. Biztos vagyok benne, hisz nincs erre lehetőség egy-egy rendezvényen, amikor sorba állnak a gyerekeikkel, vagy magukért, hogy lőjenek. Reméljük, hogy most nagyon-nagyon sok kedves nézőnknek a kíváncsiságát is kielégíthettük. Köszönjük szépen! Köszönjük! Mi is nagyon szépen köszönjük! Köszönjük.